Az évnek ebben a szakaszában a legtöbbünk elszámol azzal, hogy mi jót vagy kevésbé jót csinált 2023-ban. Na meg persze tervezünk is, mi több fogadalmakat teszünk, hogy mit fogunk másként csinálni 2024-ben. Egészségesebbek leszünk például, többet sportolunk, és nem folytatom. Talán nekem is lesznek ilyen fogadalmaim, bár nekem elsősorban arról kell gondolkodnom, hogy milyen fogadalmat teszek, hogy mit fog tenni a demokratikus koalíció. Hát elsősorban is azt kell megfogadnunk, hogy változatlanul azt a politikát visszük, amiben hiszünk, hiszünk abban, hogy jó lesz Magyarországnak, egy tisztességes szociáldemokrata politikát. Azért fogunk dolgozni, hogy többen támogassák ezt, több szavazónk legyen, több, mint a mai 1,1 millió, hogy több tagunk legyen, több, mint a mostani 17 ezer. Azért fogunk dolgozni, hogy majd nyáron, amikor lesznek a választások, többen szavazzanak ránk az Európai Parlamentbe történő bekerülésért, mint korábban, hogy több polgármesterünk, több képviselőnk legyen a helyi önkormányzatokban, mint eddig, mert azt gondoljuk, hogy ha úgy fogják vezetni a várost, a kerületet, ahogy szerintünk vezetni kell, akkor jobb lesz ott az élet. És igen, továbbra is érvelni, vitatkozni fogunk a parlamentben annak érdekében, hogy ne higgyük, hogy az akkumulátorgyárak oldják meg a jövőt, hogy ne Európán kívülről érkező vendégmunkásokkal helyettesítsék a magyar munkásokat, és nyomják le az egyébként is alacsony béreket. Ott leszünk frakcióként, nem csak a parlamentben, hanem elmegyünk vidékre is. Igen, azt fogadjuk, hogy ezzel a tisztességes szociáldemokrata politikával egy jobb irányba fogjuk vinni Magyarországot. Ez a dolgunk. Ezzel bíztatok meg bennünket, ezzel bíztak meg bennünket. Mit tudtok ebben segíteni, mit tudnak ebben segíteni? Hogy a fogadalmunk az elérje, amit most elterveztünk? Egyféleképpen biztos. Ha segítetek, hogyha jelentkeznek, jelentkeztek aktivistának. És akkor a demokratikus koalíció és az ország együtt sikeresebb lesz 2024-ben.